Emeld fel a kezed, ha szereted rendezgetni a dolgaidat, és menő kis Amazon Finds dolgokat keresel folyamatosan. Én imádom, és tök szuperek, de találtam egy sokkal jobb megoldást. Úgy értem, hogy a világ pénzét is elkölthetnénk ezekre, de gyakran azon kapom magam, hogy azt gondolom, lehetne ennél jobb is, vagy valami hiányzik belőlük. Olyan dolgok, amik pont nekem mondjuk máshogy kellenének, vagy nem úgy megfelelőek. Szóval van egy kérdésem. Néztél már valaha úgy egy termékre, hogy azt mondtad, ezt magam is meg tudnám csinálni, és akár jobban is. Na, itt jönnek képbe a 3D nyomtatók, amik egyre elérhetőbbek és megfizethetőbbek, akár hobbista vagy, vagy éppen valami biznisz ötleted van erre. Szerintem a megfelelő 3D nyomtató rengeteg lehetőséget nyithat meg, és már középtávon is akár spórolhatsz vele pénzt, akár kereshetsz is. Ha érdekel a téma, mindenképp nézd végig a videót, mert nem csak általánosságban vesszük át, hogy milyen ez a téma, hanem fontos szempontokról beszélünk, amiket tudnod kell, és bemutatom a véleményem szerinti legjobb árértékarányú opciót, sőt, ami még fontosabb, rávilágítunk olyan szempontokra, amelyeket még a külföldi videós review-k is figyelmen kívül hagynak. Kezdjük el, de előtte intro. Tényleg úgy gondolom, hogy a 3D nyomtatás igen hasznos kis nice to have lehet az életünkben. Még már akkor is használtam, mielőtt saját nyomtatóm lett volna. Például egy okos otthon ESP32-es alaplaphoz való tokot készítettem, letöltöttem a modellt, kinyomtatták, és nézd meg, annyira cool! Ha tetszik, mutasd meg azzal, hogy lájkolod a videót. És ha érdekelnek ezek a dolgok, lehet, hogy most van itt az ideje, hogy belevesd magad a 3D nyomtatás világába. Szóval, ha a legjobb árérték arányú 3D nyomtatót keresed a piacon, hadd mutassam be neked a Creality K1C-t. Ezt a modellt a sebesség és a képességek bajnoka néven hirdeti a Creality, és tökéletes egyensúlyt nyújthat valahol a teljesítmény, a megfizethetőség és maga a használhatóság között. Nézzük meg, hogy mindez igaz-e, miközben csinálunk egy jó kis unboxingot és átbeszéljük az előnyeit, hátrányait, csak is azért, hogy egy megalapozott döntést hozhass. A Creality K1C már a dobozból kivéve azonnal használatra kész, nincsen bonyolult összeszerelés, olyan, mint egy okos telefonnak a kicsomagolása, amit kb. 3 percen belül már használhatsz is, hiszen működésre kész. Ugye ez egy teljesen zárt kialakítás, és 600 mm per másodperc maximális nyomtatási sebességet tud, ami garantálja az elég magas minőségű nyomatokat, annélkül, hogy sok időbe telne. Ja, és támogatja a szénszállal, ugye karbonnal töltött filamenteket is, ez kvázi ugye a tinta, amit beletöltesz, és ezek ideálisak olyan tartós, nagy szilárdságú alkatrészek nyomtatásához, mint rögzítő elemek, és akár, ezt figyeld, 80 kg a teherbírása, bár nem teszteltem. Természetesen számos más anyaggal is kompatibilis, mint PLA, ABS, PETG vagy PETG és TPU. A felhasználó élmény szempontjából a K1C egy dugulásmentes extruderrel, amiből ugye jön ki, és egy gyors cserés tri-metál fúvókával van ellátva, ami azt jelenti, hogy órákon át folyamatosan tudsz nyomtatni megszakítás nélkül, és könnyen cserélheted az alkatrészeket vagy a filamentet, ha szükséges. És a beépített AI kamerával valós időben figyelheted a nyomtatást, értesít, ha probléma adódik, sőt, akár egy ilyen menő timelapse videót is készíthetsz. Mielőtt rátérnénk az előnyökre és hátrányokra, hadd osszam meg a saját tapasztalataimat, és emeljek ki néhány dolgot, amiket más videóban nem nagyon láttam. Szóval, valami egyszerűbben akartam kezdeni, csak letöltöttem egy modellt, és kinyomtattam. Kettő dolgot csináltam. Egy fogkrém kinyomót, és egy alkatrész tartót a K1C kiegészítőihez. Mindkettőt simán ki tudtam nyomtatni, a K1C szerszámai tökéletesen illeszkednek, és a tartó nagyon szilárd lett. Ami a fogkrém kinyomót illeti konkrétan, döbbenetes, hogy milyen pontosak a fogaskerekek, és hogy milyen egyszerűen lehetett összerakni, és működik. Hihetetlen. A jövőben majd szeretnék király kis irodai, konyhai, sőt a falra szerelhető rendszerezőket is nyomtatni, szóval, hogyha érdekel, mindenképp iratkozz fel. Miután bemelegítettem, valami nehezebbel akartam próbálkozni. Letöltöttem egy modellt, és módosítottam.
Az a helyzet, hogy az autóban egy borzasztó gyári telefontartó van, ami az autóval jött, és már régóta keresek egy normálisan használható utángyártó cuccot, de nem találtam semmit, és hidd el, alaposan keresgéltem. Szóval el tudod képzelni, hogy mennyire ledöbbentem, amikor megláttam, hogy a 3D nyomtatós közösségben kifejezetten az én autómhoz készült modellek is vannak. Azonban volt egy kis csavar. Egy gömbfejes megoldást akartam beletenni, így hát elkezdtem játszani és megtanultam, hogy hogyan kell létrehozni egy gömböt Blender 3D-ben. Nehezebb, mint gondolnád. És két dolgot kellett a saját bőrömön, saját magam hibájából megtanulnom. A nyomtatási szögnek a fontossága, hogy hogy helyezed el a modellt, hogy nyomtatva legyen, és a két forma egyesítése. Kezdjük a másodikkal. Szóval eleinte csak elhelyeztem a gömböt a telefontartón, és bár a nyomtatás jól sikerült, mégis eltört a gömb. Miért? Annyira nyilvánvaló, de senki nem mondja el, hogy természetesen nem csak a felületre kell koncentrálnod, hanem a belső részekre is. Szóval amit tennem kellett, az az, hogy meghosszabbítottam a gömbnek a tartóját, a szárát a téglalapba be, és így stabilabb lett. Szóval, ha te is készítesz valamit, a belső részekre is figyelj. A másik dolog az volt, hogy a nyomtatás során figyelembe kell venni, hogy hogyan működik a nyomtató, és ennek megfelelően elhelyezni, amikor állítva helyeztem el, akkor a modell alját, a gömb alját rosszul nyomtatta, aztán próbáltam fektetve, de a gömbfej meg teljes katasztrófa lett. Nézd meg, hogy kb. Hogy néz ki. Szóval, fektetve kellett betennem, és onnantól minden rendben volt, hogy így nyomtatta ki. Mit gondolsz? Te mit nyomtatnál, vagy van valami tanácsod számomra, így, mint egy teljesen kezdőlelkes valaki a 3D nyomtatásban? Kérlek, oszd meg a gondolataidat a kommentekben. Most pedig nézzük meg a 3D nyomtató, különösen a Creality K1C előnyeit és hátrányai. Kezdjük az előnyökkel. Sebesség. Hihetetlenül gyors, ugye ahogy mondtam, akár 600 mm per szekes sebességgel és 20.000 mm per másodperc a négyzeten gyorsulással tökéletes nagy mennyiségű projektekhez. Zárt kivitel. A zárt kialakítás stabil hőmérsékletet tart fent és minimalizálja a hibákat, amik kulcsfontosságúak a nyomtatási minőség fenntartásához, különösen, hogyha ilyen karbon-szénszálas anyagokat használunk. Egy Core XY rendszere van, és ez a rendszer agilisabbá és pontosabbá teszi a nyomtatót, segítve a tiszta, részletes nyomatok elkészítését. AI kamera. Egy okos hozzá, egy extra funkció, hogy tudjuk monitorozni, szól, ha van valami, és hogy mondtam, timelapse videókat lehet csinálni. És ha már 3D nyomtatók, szerintem a versenytársaikhoz képest összehasonlítva a K1C számos fejlett funkciót kínál, és jóval megfizethetőbb. Hátrányok. A filamentnek az útvonaláról olvastam néhány tesztben, hogy nem volt olyan sima, és lehet, hogy valami fennakadás történik az anyagbetöltés során. Bár nekem az elején volt némi gondom, de csak meg kellett néznem egy tutoriált, hiszen még sosem csináltam, és utána simán ment. Ragasztópálca is szükséges bizonyos anyagok nyomtatásakor, ami lehet, hogy egy picit macerás, de a sima anyagoknál, mint PLA, nincs rá szükség. Korlátozott színek. Ez a legnagyobb hátrány számomra, mivel egyszerre nem lehet több színnel nyomtatni, így jelenleg csak egyszínű nyomatok készíthetőek. Király lenne, ha össze lehetne ezt is tenni. Szóval mi a véleményem? Ha azon gondolkodsz, hogy belevágj a 3D nyomtatás világába, vagy éppen a meglévő eszköztárat szeretnéd bővíteni, a Creality K1C tényleg egy nagyon király kombinációját kínálja annak, hogy gyors, hogy megbízható és sokoldalú, annélkül, hogy túl sokat kellene költened, tehát az árazása is jó. Ha csak az otthoni rendszerező cuccaidat váltod ki és IKEA-s árral kalkulálsz, szerintem attól függően, hogy mennyi ilyen dologra van szükséged, de hamar megtérülhet. És itt egy pro tip. Akár már van 3D nyomtatót, akár még nincsen, már most is elkezdhetsz modelleket letölteni, módosítgatni, tanulgatni a Blender 3D használatát, sőt, saját modelleket is tervezhetsz. Vagy nézz körül olyan oldalakon, mint a thingverse.com, printables.com, vagy akár a Creality saját creality.cloud.com oldalán. Ezek az oldalak több ezer kész modellt kínálnak nyomtatásra, vagy feltöltheted a saját terveidet, és vannak itthon is olyan szolgáltatások, ahol megrendelheted a 3D nyomtatást. Így
anélkül, hogy még mondjuk egy investálásra lenne szükséged, bepillantást nyerhetsz a 3D nyomtatás világába. Már most látom, hogy miként fogom, meg milyen ötleteim vannak finomítgatni az okos otthonomat és a home office stúdiómat, a deck setupomat. Úgy érzem, hogy már most is nagyon jól sikerült megalkotni ezt a teret, de hát mindig jobbra törekszem. Szóval, ha érdekel maga az okos otthonom, hogy hogyan alakítottam ki, vagy a deck setupom, és te is szeretnéd ezeket fejleszteni, akkor ajánlom, hogy nézd meg majd ezeket a videókat, amiket kirakok, mert biztos vagyok benne, hogy találsz majd némi inspirációt. Ezzel el is értünk a videó végére, ha hasznosnak találtad, ne felejts el lájkolni és feliratkozni a csengővel. Köszönöm, hogy itt voltál, találkozzunk a következőben. Szia, sziasztok!